Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. A jelenlegi Európai Bizottságról évekre visszanyúlóan az a legjobb hír, hogy hamarosan lecserélődik, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Európát számos kihívás érte az utóbbi időben, ezek száma és súlya várhatóan tovább nő. A kihívások kezelésében a legnagyobb tehertétel épp az Európai Bizottság volt, mondta Szijjártó Péter. A bizottság az elmúlt 5 évben számos olyan döntést hozott, amely ellentétes Európa biztonsági és gazdasági érdekeivel. Hozzájárult a bevándorlási válság mélyüléséhez, megnyitotta Európa határait, meghívott több százezer, illetve millió illegális bevándorlót, ami egyértelműen biztonsági fenyegetést jelent, tette hozzá. 5 magyar egyetem részvételével Európai Egyetemek Szövetsége jött létre, jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen bemutatták az Európai Bizottság Európai Egyetemek pályázatát, amelynek célja, hogy újonnan alapított egyetemi szövetségek új, világszínvonalú, nemzetközi felsőoktatási intézményeket hozzanak létre. A tárcavezető hangsúlyozta, mindez elősegíti a magyar felsőoktatás bekapcsolódását az európai kutatási és innovációs térbe, ami elengedhetetlen a magyar felsőoktatás versenyképességének növelése szempontjából. Az Intertraction Electrics Kft. nyert a BKV új autóbuszokra kiírt tenderén. A felek az adásvételi szerződést aláírták, az új buszok márciustól forgalomba állhatnak, írta a Világgazdaság. A BKV és a debreceni IT2020 új dízel Mercedes-Benz Connecto szóló és csuklós jármű vásárlásáról állapodott meg. Az alapmennyiségen felül mindkét megrendelés további 80 autóbuszra vonatkozó opciót is tartalmaz, amely 2022 végéig hívható le. A beszerzést a BKV saját forrásból finanszírozza. A 40 autóbusz szállítási határideje jövő február és márciusban már forgalomba is állhatnak a délpesti régióban. A szólójárművek egységára 80 millió forint, a csuklósoké 105 millió forint plusz áfa, írja alap. Szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. A hivatal szerint az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgát tehetnek, előrehozott vizsgára most nem lehet jelentkezni. Az őszi vizsgaidőszakban a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségiket, ezek listája és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 11-től november 22-ig tart. Az írásbeli vizsgákat október 11-e és 25-e között tartják. Az emelt szintűek november 7-e és 11-e, a középszintű szóbelik november 18-a és 22-e között lesznek. Az idén minden eddiginél többen nyaralhattak az Erzsébet táborokban, emelte ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az Ánkai Erzsébet táborban. Novák Katalin hangsúlyozta, idén az egész évben mintegy 130 ezeren vehetnek részt az Erzsébet táborok programjain, ebből a nyári zánkai ottalvos táborokban csak nem 30 ezeren kapcsolódhattak ki a szünidőben. Az ez évtől biztosított ingyenes vasúti utazás lehetőségét az ország több pontjáról érkező táborozók közül több mint 12 ezeren vették igénybe, tette hozzá az államtitkár. Honval György, Erzsébetváros korábbi szocialista polgármestere, jelenleg független polgármester jelölt, a heti TV Pirkadat című műsorában beszélt az indulási szándékáról, terveiről. A politikus elmondta, hogy a választáson való indulás előtt direkt kérte ki az erkölcsi bizonyítványát, amelyben rögzítve van, hogy büntetlen előéletű és nincsen eltiltva a közügyektől, így elindul a helyhatósági választáson, ahol már az első nap sikeresen megszerezte a polgármesteri induláshoz szükséges támogatások többszörösét. Ám ezzel nem áll le a munka, sem neki, sem pedig a képviselőjelöltjeinek, hiszen folytatják az emberek megkeresését. Hozzátette, sokan elfelejtették, hogy a jelölteknek a lábukkal kell kampányolni. Arra a kérdésre, hogy azért indul-e a választáson, mert marad benne valami tüske az elmúlt évek meghurcoltatása után, Humval György úgy felelt, semmi ilyen nem marad benne, már azért sem, mert például egykori pártjától, az MSZP-től egyáltalán nem csúnyán vált el. Az elmúlt 26 évben rengeteg jót kapott és adott is, ám sajnos az MSZP mára elfogyott. Megjegyezte, semmilyen más szervezetben nem kíván dolgozni, meg akar maradni civilnek, olyannak, aki csak és kizárólag Erzsébetvárosért dolgozik.
Programot is hirdetett, aminek kapcsán megjegyezte, konkrétumokat ígér, olyanokat, amik megvalósíthatóak. Véleménye szerint például a társasházaknak jóval nagyobb támogatást kellene adni, ehhez vissza kell állni a 2010 előtti szintre, ami a jelenlegi legalább ötszöröse. Külföld. Az ellenzéki brit munkáspárt rendkívüli parlamenti vitát kezdeményez az Egyesült Királyság kiválásáról az Európai Unióból. Jelentette be a párt egyik szóvivője, Jeremy Corbyn, a munkáspárt vezetője ugyanakkor bírálta a parlament kényszerszünetét, és Boris Johnson brit miniszterelnök szemére vetette, hogy a demokráciát akarja felszámolni a megállapodás nélküli Brexit kikényszerítésével. A keményvonalas kilépéspárti Jacob Rees-Mogg, aki a kormányban a kabinet parlamenti tevékenységéért felel, a BBC-nek adott nyilatkozatában kijelentette, a Brexit ellenzőinek két lehetőségük van, vagy leváltják a kormányt, vagy megváltoztatják a törvényeket. Leszögezte, hogy a miniszterelnök be fogja tartani a törvényeket. Ha pedig egyikhez sincs meg a bátorságuk vagy az erejük, akkor október 31-én kilépünk, szögezte le Rees-Mogg. Hozzátette azt is, hogy azok, akik a megállapodás nélküli Brexitet akarják megakadályozni, azok valójában azt szeretnék, hogy egyáltalán ne lépjen ki Nagy-Britannia. Továbbra is távol van a fenntartható és igazságos megoldás az Európai Unió menekültügyi rendszerének megújítása ügyében, mondta Angela Merkel a görög miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után. A kancellár kiemelte, örömmel fogadta, hogy az Európai Bizottság megválasztott elnöke Ursula von der Leyen felvette a listájára a menekültügyi rendszer ügyét, amely huzamosabb ideig foglalkoztatja majd még az EU közösségét. A görög miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy a menedékkérők befogadásának terhét azokra az országokra helyezik, ahol megérkeznek az EU területére. A képviselők eskütételével megkezdte munkáját Kijevben a július 21-i választások nyomán létrejött új összetételű ukrán parlament, a legfelsőbb tanács. Az ünnepülést Andrei Parubij, az előző parlament elnöke nyitotta meg, majd a képviselők meghallgatták az állami himnuszt. Az eső szövegét a hagyományok szerint a korelnök honatja, a 78 éves Julii Joffe, az ellenzéki platform életért képviselője olvasta fel, aki már a 6. mandátumát tölti az ukrán parlamentben. A jelenlegi, a 9. parlament az ország 1991-es függetlenné válása óta. Az ünnepélyesülésen jelen volt Volodymyr Zelenszky államfő, Volodymyr Hjolcman miniszterelnök, a kormány tagjai és magasrangú vendégek, köztük a korábbi ukrán elnökök, Viktor Janukovics kivételével a volt házelnökök, továbbá az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, az Európai Parlament és az EBSZ parlamenti közgyűlésének képviselői. Orosz hackerek törték fel Benny Gantz telefonját. Hónapokkal azután, hogy irániak követtek el hasonlót a kék-fehér párt elnökének készüléke ellen, írja a Jeruzsálem Poszt a Channel 12 hírcsatorna közlése alapján. A beszámoló szerint a CGI biztonságtechnikai cég, amelynek feladata a kék-fehér párt adatbiztonságának ellenőrzése, figyelt fel az orosz hacker támadásra. A behatolás érinti Gantz pártelnök, Hodbetszer kampányfőnök, Idohár Tov és Ronan Móse tanácsadók telefonjait is. Az ügyben egyelőre nem történt rendőrségi feljelentés. Ehhez hasonló komoly hacker támadást még nem láttunk, nyilatkozta a CGI vezetője egy Benny Gantz pártelnöknek küldött jelentésben. A párt választás előtti politikai ellenfelei örömmel vennének minden információt a pártról, állítja a CGI szakembere. Egyelőre azonban sikerült minden támadást megakadályoznunk. A párt fokozta a biztonsági óvintézkedéseit. És most egy kis kultúra. Új helyszínnel bővült idén a Zsidó Kulturális Fesztivál. Deák Andrea, a 12. Zsidó Kulturális Fesztivál szervezője ajánlott különleges programokat. A nagy hagyományokkal bíró fesztivál idén szeptember 1-én kezdődik, szeptember 9-én ér véget, ahogy már megszokott, fantasztikus programokkal és helyszínekkel, mondta el a szervező. A fesztivál ebben az évben egy új helyszínnel is gyarapodik, a Veselényi 17-tel, ahol egy komoly zenei szalonkoncert sorozatot is elindítanak fiatal előadó művészek közreműködésével. Deák Andrea szemezgetett a programokból, így beszélt arról a különleges koncertről is, amelynek során megemlékeznek Zsoldos Imréről, aki idén lenne 100 esztendős, valamint feleségéről, Sárosi Katalinról. A két nagyszerű művész a 60-as, 70-es évek sokat foglalkoztatott előadója volt. A koncerten fellépnek többek között Szulák Andrea, Király Viktor, Klein Judit, Csonka András, akik felidéznek egy-egy régen hallott slágert a Dohány utcai zsinagógában.
Most is gondolnak a szervezők azokra a fiatalokra, akik a modernebb, könnyedebb zenét kedvelik. Őket várja például Zséda, Szirtese Dinamókus koncertjei a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában. Zséda például Darvas Ferenccel és Müller Péter Szijjámival lép majd fel, ez is egy egészen különleges előadásnak ígérkezik. A Goldmark teremben az Itt és Most társulat egy improvizációs előadást mutat be, Balázs Gábor eszmetörténész közreműködésével. A csapat már többször fellépett így, a Talmud a színpadon címmel elképesztő érdeklődés és siker mellett. Korcsolán Orsoly a hegedűművész eddig minden alkalommal játszott a fesztiválon, idén sem lesz másként, annyi lesz csak a különbség, hogy most a Budapest Music Centerbe várja az érdeklődőket. Végül a mai időjárásról. Hétfőig folytatódik a kánikula, ma sok napsütésre van kilátás, egy-egy rövid ideig tartó zápor, esetleg zivatar csak az Alpok alján és a Bakonyban fordulhat elő kis eséllyel. A keleti szél időnként megélénkülhet, a hajnali 15-22 fokot követően délután 31-36 fokot mérhetünk. Nagyon szép hétvégét kívánok Önöknek, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!